Csak ő, hogy ha tegyek valamit, basz meg, hogy elmegyek a hajnalba, elmegy a Levit, azt, hogy bicikli. Sziasztok, a Levi részeg. I am részeg. In it. Másfél éve kezdődött ez a történet. Egy alapvetően egy ilyen baráti társaságból kialakuló tekerés, ami eljutott arra, hogy most már igazából országúti versenyre járunk országúti csapatként. Igazából az egész úgy kezdődött, hogy Pogival ismerkedtünk meg még ilyen Fészgérhenger is túrákon, és akkor ő ilyen túra után említette, hogy ő gyakran szokott munka előtt tekerni, hosszabb távon, de mindig egyedül, és ez úgy unalmas, és akkor még aktívan csináltam az FGH-t, Fészgérhengerit, és hogy az egy akkora felület, amin lehet társadalmat találni ehhez, és hogy megkért, hogy ezt kérdessem meg, hogy találjunk egy időpontot, amikor elmegyünk tekerni, és hogy ez jó lesz. És az valamikor március végén volt tavaly, lementünk 5-6-a heten Velencére, visszajöttünk, beültünk munkába, és akkor azt éreztük, hogy basszus, ez tök jó, letekertünk 90 kilométert, gyakorlatilag ahelyett, hogy azt éreznénk, hogy hú, de fáradtak vagyunk, inkább az volt, hogy ma már oda tettünk valamit, meg megmozogtunk, és így, ha már ez egyszer jó volt, akkor miért csinálnánk ezt rendszeresebben, és így született meg a szerda reggel időpont. Van két halmaz, egy szűkebb, egy homogénebb, ami gyakorlatilag a coffeeride team, ami egy baráti társaság és egy országúti csapat is egyben. Ez egy zártabb közeg, illetve van az a közösség, aki jár a coffeeride tekerésekre. Ez meg egy heterogénebb, nagyobb társaság. De elmúlt másfél évben szerintem több mint 100 ember megfordult a bringázásainkon. Feltétik a hangsúlyt, hogy megjelenjenek ezeken a reggeli eseményeken, mondjuk ezt szervezzék is. De vagyunk egy pár, akiknek ugyanilyen, hanem fontosabb az, hogy elmenjünk versenyekre és ott jó eredményeket elérünk. Szóval szerintem ez egy kicsit ilyen munkamegosztási jellegű, hogy mi ott képviseljük a coffeeride-ot, mások meg ebbe teszik bele az energiát, hogy megszervezzék az eseményt, megcsinálják hozzá a megfelelő grafikai dolgokat, stb. Bringára, onnantól elszakad a cérna, és nálunk egy ritkán van az, hogy úgy egy lazát tekerünk, hanem nem mindig az van, hogy na, akkor ő, akkor még egy picit, és akkor van, mikor megbeszéljük azt, hogy na, akkor most tényleg lazán, még akkor se jön össze, hogy finoman menjünk fel mondjuk egy helyre, de általában pedig mindig az van, hogy csont, max húzus, és na, ezt élvezzük. Szerintem mindig azért vannak ezek a sima tekerések is, hogy azért lesznek ilyen véremenőek, mert egyszerűen húzzuk egymást, tehát azért jobb többen tekerni, mint egyedül, mert húzza az ember. I
ellenlévő bringen, akkor főként a lábajdon múlik.